Nem kell aggódni, azért a nyaralás nem megy kárba. Szánszurkolóként hozzászoktam már az ehhez hasonló fantasztikus draft estékhez. Sziasztok, nagyon percek nézők! Ez itt az NBA Makogó kihelyezett adása. A görögországi nyaralást így breaking newsként megszakítva ültem most le itt a hotelszoba egyik szegletébe, hogy hát valamennyit beszéljek a Suns ma esti teljesítményéről. Összességében a draftról túl sok mindent nem szeretnék elmondani, kicsit háttérbe szorulva követtem az eseményeket, és a Suns szituációjáról is egy ilyen, hát hogy is mondjam, vágatlan, vágókép nélküli egybe monológot szeretnék itt leküldeni. Tehát alapból, amikor a kedvenc csapatom már azzal a szerencsétlenséggel kezdte gyakorlatilag a draft procedúrát, hogy egy hát nem is agyontankolt, de egy borzalmas szezon után a hatodik helyig csúsztak vissza a draft loterin, ott már lehetett tudni, hogy nem lesz olyan játékos a hatodik helyen, aki bármennyire is elősegítené a jövő évi teljesítményt, bármennyire is hozzátenne Devin Booker és DeAndre Ayton játékához és párosához. És picit úgy éreztem, hogy ez a draft ez nagyjából 3-4 emberről fog szólni, ergo a hatodik helyen draftolni, az azt jelenti, hogy nem fogsz tudni feltétlenül egy kezdőt draftolni ezzel a cetlivel. És ahogy olvasgattam a híreket, azért úgy ott volt egy picit, hogy mi van, hogyha mégis azért hát Coby White-ra lecsapna a csapat, esetlegesen Darius Garland hátra csúszik, irányító poszttal lehetne némi megoldás, hiszen hát jelen pillanatban Tyler Johnson-t hívják a Phoenix Suns irányítójának, tehát hogyha van azért mégis egy olyan irányító, akit be tudsz tenni, és Booker elől nem beszél a lehetőségeket, azzal úgy együtt tudtam volna élni. Na most a draft előtti órákban igazából robbant az első bomba, ugye TJ Warrent és a második körös választást, ugye a 32. cetlit, azt így ingyen odaadta a Suns az Indiana Pacersnek, hogy felszabadítsanak némi pénzt. Az, hogy igazából ez a pénz, ez majd mire lesz jó, az majd jó pár nappal később fog kiderülni, ugye az első becslések szerint, meg tippek szerint, majd esetlegesen D'Angelo Russellre mehet rá a Suns, de egyrészt én ezt nem látom jönni, másrészt nem tudom vizionálni, hogy az most mennyire lenne jó páros Russell és Bookerrel. Harmadrészt John Gambadoro, a Phoenix Sunsnak talán az első számú és legközelebbi beatwritere, sokszor és hangosan jelezte, hogy a Suns nem fogja megcélozni D'Angelo Russellt. Innentől kezdve egyelőre van pénz, de nem tudjuk, hogy kire gyűjti a Suns. És általánosságban elmondható, hogy ha van egy TJ Warren szintű játékosod, aki nem azt mondom, hogy egy világ megváltó csatár az NBA-ben, és egyértelműen sérülékeny játékosról van szó, és egyértelmű az is, hogy a mai ligában az, amit ő képvisel a kicsit a középtávoli range-ben, oké, hogy most nagyon fejlődött a tripla vonalon túlról, de nem tudjuk, hogy biztosra, hogy ez egy biztos 3 pontos dobás, vagy csak egy félszezonnyi fluk. Szóval egy ilyen típusú játékost, aki azért a csapatodban, hogyha összeszorítom a fogam, akkor ki tudom jelenteni, hogy gyakorlatilag a harmadik legjobb játékos volt, azt nem adsz ingyen oda, csak azért, hogy pénzt felszabadíts. Főleg nem úgy, hogy még te adsz hozzá draftjogot, mint egy olyan játékost adnál oda, aki a padod végén ül, és csak nagyon nagy a szerződése, és szeretnéd, hogy egy másik csapat átvegye ezt a giga albatros szerződést, és akkor adsz draftjogot, hogy kérlek szépen titeket vegyétek át. Tehát TJ Warren egy olyan játékos, legalábbis én egy olyan játékosnak gondoltam, akiért draftjogot adnak majd a csapatok, egy első kör végét például, láttunk azért mostanában elég sok olyan játékost, például a trade deadline-ok körül az elmúlt pár évben, akiért azért meglepő volt, hogy egy első köröst adtak. Na most, hogyha olyan típusú játékosokért, akikért adtak, szerintem TJ Warrenért is lehetett volna draftjogot szerezni. Hát nem, a Suns nemhogy szerzett, még adott a saját második körösét, hogy TJ Warren elmenjen a csapattal. Ezek után még inkább furcsa volt, hogy a Suns a meglévő 6. draftjogával hátra cserélt a Minnesota Timberwolves-szal a 11. helyért, és ebben az ügyletben megszerezték Dario Saricot, ami
elsőnek igazából nem tűnt egy rossz dealnek, mondván a hatodik helyen nem szerelmesedtek be senkibe, a 11. helyen lehet, hogy van kiszemeltjük, akire lecsaphatnak, és hát igazából 5 draftjoggal hátrébb cserélsz, úgyhogy megkapod azt a Savicsot, aki egyébként 25 esztendős, még bőven van benne fantázia, lehet benne fejlődés, és ki tudja, lehet, hogy valamennyire széthúzza majd a pályát, segítve Ayton és Bookernek a dolgát. Összességében úgy voltam, hogy ez nem a legrosszabb csere, ami történt, bár én nem vagyok Dario Saricnak a legnagyobb rajongója, de azt elismerem, hogy egy abszolút használható játékos, akit lehet, hogy már a jövő szezonban a kezdőben fogunk látni a Suns-ban. Aztán mi történik? A Suns a 11. draftjoggal ledraftolja hát azt a Cameron Johnsont, aki igazából 23 esztendős, és automatikusan a Phoenix Suns-nak a harmadik legidősebb játékosa lett a kereten. Tehát csak hogy összehasonlítva, Cam Johnson idősebb, mint Devin Booker, aki 5 éve az NBA-ben játszik. Ezt azért így mindenképpen emészgetni kell. Ugye egy redshirtös seniorról van szó, 23 esztendősen megérkezett a draftra. Sokan nem várták az első körbe, sőt a legtöbb csapat kijelentette, hogyha a tehetsége, a dobó keze meg is lenne az első körhöz, nagyon aggasztó csípő problémái vannak, többször is sérült volt velük, és hát emiatt nem feltétlenül biztos, hogy neki NBA karrierje lesz. Hát, mit ad Isten, azért a Suns lecsapott rá az első kör 11. helyén. Én azzal poénkodtam, hogy James Jones általános igazgató, az igazából meglátta magát a drafton, egy olyan játékost, aki jól tud 3 pontos dobni, és azon kívül az ég adta világon semmiben nem kiemelkedő, és fogta magát, és ledraftolta saját magát 23 éves verzióban, ami elsőre nem tűnik egy túl okos dolognak. Én annak a híve vagyok, hogy ha már a lotteriben draftolsz, és egy olyan csapatod van, aki évek óta 25 győzelmet nem tudja elérni, az legalább egy olyan játékost válasszon, aki automatikusan be tud kerülni a kezdőbe. Na most Cam Johnson nem tudom, hogy hol fog tudni bekerülni a kezdőbe, hiszen gyakorlatilag Warren helyére érkezett, egy amúgy is tumultusban lévő posztra, ahol ott van Josh Jackson, akit szintén próbáltak elcserélni, de közben kiderült, hogy annyit füvezett, hogy a 4 hónapos gyereke is betépett mellette. Ott van Mikal Bridges, aki egyelőre egy fantasztikus 3&D wingájnak néz ki. És akkor ebben a tumultusban, ugye még Bookerrel kiegészülve, nem nagyon látom, hogy most az idei újonc hány percet fog kapni, egyáltalán milyen szerepe lehet, és erre előni egy lottery picket, hát nem a legegészségesebb dolog. Azt azért el kell mondani, hogy a tripla dobása az tényleg szemedgyönyörködtető, nagyon jó százalékkal tüzel, és ha másra nem, arra jó lesz, hogy a pályát egy picit széthúzza, sok hármas bedobjon, de egyelőre azt látom, hogy egy ilyen Doug McDermott, Jimmer Fredet, még ő is a Suns-ban van, tehát valami hasonló karrierje lesz, és nem tudom azt, hogy megérte rögtön egyrészt hátra cserélni, másrészt a 11. hely előtt kiválasztani. Hát sokan azt mondták, hogy ha a 32. pick megmarad, akkor bőven simán el lehetett volna vinni ott őt. Úgyhogy szánszurkolóként egy újabb, fantasztikus év vár a csapatra, ezt el kell mondjam. A 20 akárhány győzelmes szezon után sikerült elhoznunk egy olyan játékost, aki könnyen lehet, hogy abszolút nem lesz számottevő az NBA-ben. TJ Warrent odaadtuk ingyen. Aaron Baines megszerzését még meg tudom jegyezni, mint némi pozitívum egy Milwaukee draftjogért, ami a 2020-as, ami még az Eric Bledsoe cserében érkezett. Baines egy olyan csóka, aki hasznos dolgokat csinál, az 5.4 lepattan, amit ő hozni fog, az majd a Suns-ban segítség lesz, bármennyire is furcsán hangzik, mert némi veterán jelenlét az kell ennek a fiatal csikó csapatnak, hát szinte automatikusan a legidősebb játékos lett a rosteren. De hát összességében el vagyok keseredve, mert úgy várja az ember évről évre, hogy majd valami lesz, aztán majd valami fejlődés megindul, de hát pazaroljuk Devin Booker éveit, és tudom, hogy sokan nem kedvelik őt, meg sokan úgy vannak vele, hogy picit túlértékelt játékos, mondván egy rossz csapatban csinál jó statisztikákat,
de én úgy érzem, hogyha meg lenne köré egy bármilyen mag, egy bármilyen olyan játékos, aki kicsit másodhegedűsként hozzátett tenni, és még mellé Ayton ott lenne harmadiknak, akkor bebizonyítaná, hogy ő képes mondjuk egy csapatot a rájátszásról vezetni. Nagyon remélem, hogy előbb-utóbb erre sor is fog kerülni. Nem vagyok benne biztos, hogy ez a jövő szezonban lesz, de talán majd a free agency alatt sikerülnek a dolgok. Hát ennyi lett volna a gyors szánszoros bejelentkezés. Az Anthony Davis cseréről direkt nem vettem fel semmilyen videót, mert meg akarom várni, hogy most itt a húzavonával mi lesz, hogy még itt eltolták, még nem hivatalos. Meg ráadásul a Lakers egy harmadik maxos játékost akar, én aztán végképp nem értem, hogy akkor a veterán minimumos arcokkal akarják majd feltölteni a csapatot, vagy mi lesz a terv? Tehát még rosszabbul fognak állni gyakorlatilag, mint a Bosch Wade James-es Heat. Úgyhogy fogalmam sincs, hogy a Lakers mit csinál egyelőre. Az, hogy Davis és James egy csapatban van, az persze jól hangzik, de összességében úgy érzem, egy kicsit sokat adott a Lakers. Ha majd hivatalos lesz az a csere, akkor természetesen fogok arról is beszélni, meg a csapatok jövőképéről, hiszen azért a Pelicans is egy nagyon gyorsan újrahúzott csapat lesz, aki nagyon érdekes szereplő lehet majd nyugaton. A Mike Conley cseréről szintén szeretnék majd beszélni, és hát van egy olyan érzésem, hogy itt a következő napokban lesz még egy-két dolog. A lényeg az, hogy most azért szeretnék pihenni, ha már eljöttem, nem az az első, hogy videózzak, úgyhogy jövő hét elején fogok hazatérni, és akkor majd szépen leülök, és elkezdem fölvenni a gondolataimat mindenről, ami azóta történt. Remélem, hogy sok dologban okosabbak leszünk, és hát a piac nyitásával majd aztán tényleg lesznek történések, amikről érdemes lesz majd beszélni. Én megköszöntöm a figyelmet, szánszurkolok, kitartás, ne igyatok semmilyen mosószert, én azért viteltem egy képet, hogy én most nagyjából hogy nézek ki, de ti csak reménykedjetek összehúzott segjukkal, mert előbb-utóbb a mi időnk is eljön majd nekem, az az érzésem, nézzetek csak rá a Raptors rajongókra mostanában.